Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Örökbefogadásra kapcsolatos javaslatait, főleg, hogyha azok a gyakorlatból indulnak, nagyon nagy örömmel veszük, hiszen aztán közös célunk és feladatunk, hogy valóban ez az eljárás minél inkább a gyerekek érdekeit szolgálja. Amikor olvastuk itt az ön felszólalásának, napirendeleti felszólalásának a címét, akkor már féltünk, hogy az ügyvédi titok intézményét sérti ön meg, és a Simicska család gazdagodásáról fog itt bizonyos tényeket, adatokat elmondani. Ne feledjük el, hogy amikor éppen a Jobbik elkezdte a saját plakátkampányát azokon a bizonyos plakátfelületeken kirakni, pont akkor ön éppen Simicska Lajossal nézegette a VIP Páholyban, a Veszprém Arénában a kézilabda mérkőzést, de hát végül nem ez történt, nem erről az oligarcha birodalomról beszélt ön. De ahogy hallom a jobbikos képviselőknek a bekiabálását, többen magukra vették ezt, tehát tisztelt képviselők, önök is úgy érzik, hogy ez önökre vonatkozik, hát ugyan kiabáljanak be. Én csak képviselőasszonynak szóltam, de úgy látom, ezek még fájó sebek, nem sikerült kimulatniuk magukat a frakció ülésen, hiába öntöttek föl a garatra. Nos, tehát pár adatot, tényt hadd igazítsak helyre, tisztelt képviselőasszony, abból, amit ön mondott. Amilyen adatokat idézett, azok valós adatok voltak 2010-ben, mondjuk a mély szegénységben élők számával kapcsolatban, hiszen akkor közel 500 000 éltek valóban Magyarországon mély szegénységben. Ez 2017-re ugyanezen Eurostat által validált kutatás szerint ez a 500 000-es szám szerencsére Magyarországon 114 000-re csökkent, ami azt jelenti, hogy 386 000 fővel csökkent azoknak a száma, akik egyszer élnek munkaszegénységben, ahol a medián jövedelem alatti a családnak a jövedelme, és minden mellett súlyos anyagi nélkülözésnek vannak kitéve. Ugye az ön által idézett módszertan szerint ez az, ami a mély szegénységet jelenti, és szerencsére itt egy 386 000 fős csökkenést láthatunk. A legnagyobb mértékű szegénységi faktor csökkenést, hála Istennek, pontosan a több gyermeket vállaló nagycsaládosoknál láthatjuk, hiszen náluk volt leginkább pozitív az elmozdulás. Ha pedig összességében nézzük, hogy egyik vagy másik szegmensből tekintjük, hogy ki van nélkülözésnek kitéve, akkor azt láthatjuk, hogy ha például ilyen hétköznapi adatot nézünk, hogy kinek van pénze két naponta arra, hogy húsételt tegyen, akinek erre nincsen pénz, azoknak a száma 1,7 millióval csökkent a kormányzásunk ideje alatt. Azt már tegnap is említettem, hogy közel 2 millióval csökkent azoknak a száma, akik anyagi okokból nem tudnak elmenni egy hétre üdülni. Szintén csökkent több mint 1 millióval a hiteltörlesztéssel vagy lakhatással kapcsolatos hátralékkal küzdőknek a száma. Ha összesen megnézzük, hogy ezen tényezők közül ki az, aki a többségével küzdött, és ki az, aki most már nem küzdik, azt láthatjuk, hogy ebből a napi nélkülözésből vagy heti nélkülözésből körülbelül 1,3 millió ember tudott hála Istennek kikeveredni. Ebben része van nyilván annak, hogy 750 000-re többen dolgoznak, része van főleg a családosoknál a családi típusú adó- és járulékkedvezménynek, hiszen több marad a családoknál, része van ebben az ingyenes tankönyvnek, az ingyenes gyerekétkeztetésnek, és még sok minden másnak, ami segített ezeknek az embereknek kitörni a szegénységből. Ahogy említettem, a családi típusú adókedvezményt egyre többen, egyre jobban tudják igénybe venni. Ennek a havi összege, amit igénybe tudtak venni, az korábban 2010-ben még csak 10 000 forint volt, ez 2017-ben már havi 23 500 forint, és összességében is, ha megnézi ön a családtámogatásokat a költségvetésben, akkor azt láthatja, hogy kevesebb, mint 1000 milliárdról indultunk, és a jövő évi költségvetésben már több, mint 2000 milliárd forintnál tartunk. Mind a anyagi pénzbeli támogatások, mind a természetben nyújtott támogatások egyaránt növekedtek. GYED maximálisan folyósítható felső határának növekedésétől kezdve, ami 102 000 forintról 193 000 forintra, közel 88%-kal emelkedett, sok minden mást is mondhatnék. Megnövelt családi kedvezmény, otthonteremtési program, más országban nem nagyon talál egy fiatal ilyen kedvezményt, hogy 10 plusz 10 millió forint visszanemtérítendő és kedvezményes kamatozású hitelt kap a családalapítással kapcsolatos lakásvásárláshoz, házépítéshez. GYED Extra, első házasok kedvezménye, hallgatói vagy diplomás GYED, 4 év alatt megduplázódott két gyerekesek családi adó kedvezménye, a bölcsődei ellátásnak a fejlesztése, jelzálog hitel 1 millió forinttal való csökkentése, harmadik és további gyermekek után már több ezeren vették igénybe, a
diákhit elengedése 3 gyermek után, köldökzsinórprogram, ingyenes kresztanfolyam, kresztvizsga, ingyenes nyelvvizsga, ezek mind-mind milliárdos segítséget jelentenek a családoknak, és szerencsére ezrek és tízezrek veszik is ezt igénybe, akár csak a gyermek fél éves kora után a munkabér mellett folyósított gyest, úgyhogy azt hiszem, mind az 1 millió magyar gyermeket nevelő család érezheti, hogy a kormány támogatja őket, és egyre bővülő kedvezményekkel segíti a mindennapjaik biztonságát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, államtitkár úr!